Jó reggelt a Starplusz nézőjének, a Mazsi Ész alelnöke Horovitz Tamás a vendégünk, jó reggelt kívánok neki. Jó reggelt kívánok. Zarándokút, mégpedig a kelet-magyarországi zsidó zarándokút, ez a mi témánk, olyan helyszíneket, olyan épületeket és épített emlékeket dolgoztak át és újítottak fel, amelyek azt gondolom, hogy nem csak a zsidó közösségnek, hanem a magyar kultúra, a magyarországi kulturális emlékek iránt érdeklődők számára is izgalmasak. Ezek olyan helyszínek, amelyek fejledésben merültek, vagy olyanok, amelyek végtelenül le voltak pusztulva, és valamit tenni kellett velük? Nagy örömünkre szolgált, hogy ez a pályázat lehetőséget adott arra nekünk, hogy Debrecenben olyan épületeinket, amik sajnos az utóbbi időben elhanyagoltak voltak, nem tudtuk felújítani, sikerült ezt megvalósítani. Talán az első és legnagyobb büszkeségünk a régi ortodox zsinagógát, amit sikerült régi pompájába felújítani, hisz 1985 óta nem tudtuk használni ezt a zsinagógát, a belső tere már nem volt használható, és hát nagy öröm ez számunkra, hogy már olyan állapotban van, hogy kulturális, vallási célra és közösségépítő programok szervezésére már tudjuk használni ezt újra az épületet. Megnyitották az imaházat is. Azzal a funkcióval, amit eredetileg ellátott? Tulajdonképpen ez az ortodox zsinagóga egy picit multifunkcionálissá alakult, ha lehet ilyen modern szót használni egy zsinagógára. Ugyanis visszaállítottuk ugyanabban a fényében, ahogy régen volt, felújítottuk a Tóra olvasót, a bimát, a Tóra szekrényt, megalkottuk mindazt, ami régen volt, a belső festése, ugyanúgy néz ki, mint ezelőtt 100 évvel, ahogy őseink megalkották, de ugyanakkor már a padokat nem építettük vissza, székek vannak a zsinagógában, és ezért lehetőséget ad arra, hogy nem csak vallási célra, hanem kulturális rendezvényre, közösségépítő programokra is tudjuk használni. Tulajdonképpen egyfajta kulturális kuriózum is azoknak, akik nem a zsidó vallást tartják sajátjuknak, hogy az ortodox mikve is újjáépült, felújították. Ez igazából a régi rituális fürdő. Most is az? Ma már nem. Ma már van egy modern rituális fürdőnk, egy mikvét, amit nap mint nap tudunk használni, és mindenki számára rendelkezéssel. Ez a mikve, a régi ortodox mikve, amit már azért nagyon régen nem tudtunk használni, olyan állapotban volt, megemelkedett talajvízszint miatt, ez egy pincébe van ez a helyiség, de most ezt is felújítottuk, visszaépítettük, visszaállítottuk azt a belső elrendezését, amit még annak idején az én kedves nagyapám is használt Debrecenben, és hát ma be tudjuk mutatni mindenkinek, zsidóknak és nem zsidóknak egyaránt, aki odalátogat, hogy hogyan is volt ez a mikve, hogyan használták a zsidó emberek, hisz a vallásos zsidó emberek, az ortodox zsidóságnak ez a mindennapjainak a használati helye volt, hisz ezzel kezdték a napjukat. Na most van itt egy kifejezés, szerintem ilyet nagyon kevesen használunk, vágoda. Pedig van, kóser vágoda ráadásul, ez is újjáépült, felújították, ez nem is kellett újjáépíteni, ez megvolt, csak olyan rossz állapotban. Igen, ez az épület megvolt, hisz egy ortodox udvarról beszélünk, ahol ortodox zsinagóga, ortodox imaterem, ortodox mikve, és hát nem hiányozhatott a vágoda sem, ahol a régi időkben a baromfi vágása történt, ahol a baromfi előkészítése történt a kóser konyhákba, és hát nagy örömünkre szolgál, hogy hosszú évek alatt megmaradt ez a vágoda, és ma ugyancsak vissza tudtuk állítani, visszaépítettük a belső terét ugyanarra, ahogy régen volt. Ma már ezt nem használjuk, ez egy bemutatóhely, de nagy büszkeségünk, mert én azt gondolom, hogy Kelet-Magyarországon még egy ilyen vágoda, ami a régi időket idézi, talán nem maradt meg az utókor. Régi eszközök is maradtak? Igen, megmaradtak a régi eszközök, megmaradt egy régi tépőgépünk, ami a baromfiak tépését elősegítette, ugye, mert a rituálink szerint forró vízben nem lehet a baromfit tépni, az egy elég különleges és nehéz feladat a zsidó vallás szerint, de megmaradtak azok a belső berendezések, megmaradt az a helyiség, ahol a sajhed, a sakter vágta a baromfiakat, minden megmaradt abban a helyzetben, ahogy ez régen volt Debrecenben. Felújították a debreceni zsidó temetőt, meg a régi kápolnát, ugye, itt beszélek, zsinagógát, a Kápolnási utcában, innen jött a kápolna kifejezés. Ezek milyen állapotban voltak? Ugye a régi zsidó temetők általában akkor kerülnek rossz helyzetbe, hogyha a környezetükben nem élnek már zsidó emberek. Debrecenben van egy közösség, tehát gondolom gondozták. Hogy a zsidó temetőt mi rendszeresen gondozzuk, és hát ha lehet,
azt mondani egy temetőre, hogy nagyon szépen rendben van, akkor Debrecenben ezt elmondhatjuk. Sok látogatónk van, külföldi leszármazottak, vidéken élők, Budapestről jönnek azok a hittestvéreink, akiknek szeretteik ott vannak eltemetve. Karban tartjuk folyamatosan, és azt hiszem, hogy olyan állapotban van, ami látogatható. A Kápolnási utcai zsinagógáról azt kell tudjuk, hogy Debrecenben a holokauszt előtt két közösség volt, úgynevezett ortodox és status quo hitközség. Beszéltünk már az ortodox zsinagógáról. A másik zsinagógánk, amit most ugyancsak egy forrásból sikerült felújítanunk, a status quo zsinagóga. Rendszeresen használjuk, hisz az őszi ünnepeken mindig ezt a zsinagógát használjuk. De hogy lett ez Kápolnási utcai zsinagógával? Hát Kápolnási utcán van, tulajdonképpen az utca elnevezésből ragadt rá erre a zsinagógára. Ugye Debrecenben is mindenki úgy ismeri, hogy Kápolnási utcai zsinagóga, ez egy megszokottá vált Debrecenben, de ez egy status quo zsinagóga valójában. És van még egy helyszín, azt talán kevesen tudják, hogy hajdanában Szabolcs megyeszékhelye Nagykáló volt, és ott is egy nagyon komoly zsidó közösség volt, ott is sikerült felújítani egy korabeli emléket. Így van, a nagykálói csodarabinak, az Eizik Taub sírboltját, illetve sírját sikerült felújítanunk, illetve bemutatjuk a rabi úr életét, akinek ugye egy nagyon tartalmas élete volt, egy nagyon tanult, egy nagyon okos rabi volt, akihez sokan jártak tanácsért, és nagyon sokat tanult, hisz a Szólakakas más című nótát azt hiszem, hogy mindenki ismeri, ez egy zsidó-magyar népdal, amit a csoda rabi úr az a nagy tarajú? Így van. Horowitz úr, köszönöm szépen, hozott magával egy filmet is, hogy lássunk valamit nagyon röviden abból, amiről beszéltünk, azt külön köszönöm, és azt is, hogy eljött hozzánk. Debrecenben és környékén van mit nézni, egy zarándokút nem csak zsidóknak. Szólakakas már, majd megvirrad már, zöld erdőbe, sík mezőbe, sétál egy madár. Micsoda madár, de micsoda madár, sárga lába, kék a szárnya,